Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Benne elsőként egy szépségeste kalauzoljuk el Önöket, amelyet a belvárosi szépségszalon szervezett a Mangó étteremben. Kérem, tartsanak velünk! Ma ez egy igazán csajos, intim dolog kellene, hogy legyen. A közelmúltban ez már a második olyan szépségest, amit szerveztél. Kik a mostani estének a vendégei, kiket vártál ide ma estére a Mangó étterembe? Igen, október 2-án volt az első szépségestünk a Kreinbacher birtokon a Somlón, és olyan jól sikerült, hogy gondoltuk legyen folytatás, illetve tettünk bele egy kis változtatást. Ugye a múltkorin volt műsor, viszont most csak standokat építettünk ki a kollégáimmal. Új fodrászunk, Nagy András van itt, illetve Jó Ramona sminkesünk, Sumpf Alice, ő a harmonikus egészségért felel, illetve a masszőrünk Miskolci Kriszta van, aki itt dolgozik most az est folyamán. Nekem két kolléganőm, két bőrterapeuta kolléganőm utazott Ajkára, az egyik Budapestről, illetve Tatabányáról. Ők segítenek most nekem a kezeléseket bemutatni. Két kezeléssel jöttünk kozmetikából. Az egyik egy felületmegújító vitál-C peeling, amin már beszéltünk a múltkori estünkön. Ezt ki lehet próbálni most a kedves érdeklődőknek, illetve egy nagyon új terméket, egy nagyon új svájci kezelést hoztunk be. Ez annyira új, hogy itt és most először próbálhatják ki az országba a vendégek, és egy fekete gyöngy kezelésről van szó. Ez attól különleges, hogy detox komplexeket tartalmaz, ezzel szöveti méregtelenítést lehet elvégezni, ugyanis az est folyamán a Zalice arról beszél, hogy hogyan tudjuk a testünket, a szervezetünket méregteleníteni, és nagyon találó ide ez a kezelés, hogy a szöveti méregtelenítést bemutathatjuk a vendégeknek. Ilyen még nem volt a palettánkon, és most nagyon örülünk, hogy már van nálunk ilyen. Mit kell tudni még erről a különleges kezelésről, hiszen említetted, hogy ezt most először lehet kipróbálni nálatok? Az Image cég, akiknek a kezeléseit forgalmazom a szalomba, ők hozták be új kezelésként, és igazából ez nagyon nagy segítség nekünk a traumatikus kezelések előkészítésében. Mert hogy van, amikor dermarollerezek, hegeket kezelek, pattanásos bőrt kezelek, ezt lehet tinédzsereknél is ezt a kezelést bevetni, mert nem bőrtípusra vonatkozik, hanem specifikusan méregteleníti a szövetet. Na most, hogyha én egy traumatikus kezelés, mondjuk úgy, a dermaroller, ugye a tűkkel dolgozunk, illetve savakkal is, savas kezeléseket is végzek, hogyha van rá módom előkészíteni a bőrt egy ilyen szöveti méregtelenítéssel, akkor sokkal eredményesebbek tudunk lenni, illetve a felület megújító kezelésekből kevesebb számmal kell elvégezni a vendégeknek a kezelést. Melyik az a korosztály, akiknek például ezt a kezelést ajánlanád? Inkább az idősebbeknek, fiatalabbaknak, a középkorosztálynak, kik azok, akiknek igazán látványos eredményt hoz egy ilyen kezelés? Erre azt kell mondjam, hogy mindenkinek, hiszen ha azt nézzük, hogy a szervezetünk méregtelenítése az mindenkinek jó, akkor ugyanez vonatkozik a bőre is. Nap mint nap találkozunk olyan környezeti hatásokkal, amik károsítják a bőrünket, és méreganyag lerakódások alakulnak ki a szövetben, illetve a sejteknél. Ezzel megrövidítjük a sejtek élettartamát, és teret adunk a korai öregedésnek. Most ezt a kezelést egy pubertás korban lévő tinédzsernek is el lehet végezni, mert ott ugye baktériumokról beszélünk, amik túlszaporodnak a bőrön, azokat is nagyon szépen lehet méregteleníteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs olyan ember, akinek ez ne lenne jó. Az újdonságok mellett fontosak azok a kezelések is, amiket a vendégek már megszoktak. Mik azok a kezelések, amiket te szoktál ajánlani a régi ügyfeleidnek, és mik azok, amiket ajánlasz annak, aki először megy be hozzád?
Hát inkább évszakonként csinálunk kezeléseket, tehát akkor ők már úgy gondolom, hogy mivel túl vannak egy kezdőterápián, eljutottunk valahova. Most tavasszal, nyáron, ősszel, télen mindig máshogy kell védekezni a környezeti hatásokkal, a stressz, meg egyéb dolgokkal. Ezt mindig figyelembe veszem, és ajánlom a vendégnek, amit a legjobbnak gondolok. Akik új vendégek érkeznek hozzánk a belvárosi szépségszalonba, ővelük mindig előre egyeztetek egy konzultációs időpontot, és akkor átbeszéljük, hogy mi az a probléma, amivel megkeresett engem, illetve én ahhoz mérten kifaggatom őt, mert hogy vannak kontraindikációs tényezők, amiket ki kell zárni bizonyos kezeléseknél. Ezeket a dolgokat egy fél óra, egy óra keretein belül megbeszéljük, és akkor megtervezzük a kezelést, és amit éppen úgy gondolunk, hogy az ő bőrére megfelelő lesz. A különböző standokon a kollégáid mi mindent kínálnak még a szépülni vágyó vendégeknek? Ramona kolléganőm nagyon ügyes smink terén. Most éppen a beauty kiállításra kérték fel a Karaja cég, hogy sminkeljen nekik. Nagyon jól helyt is állt Ramona, és ő abban különleges a szalonon belül, a szépészeti vonalért felelős. Nem csak sminkoktatásokat, sminktanácsadásokat készít, illetve végez el a vendégekkel, hogy a vendégek is meg tudják tanulni, hogyan kell otthon elkészíteni mondjuk egy nappali sminket, és Rami ezek mellett még szempilla építéssel foglalkozik. Az országban jelenleg a vezető szempilla márka az Extreme Lashes, és márka hűek vagyunk, szeretjük a jó minőséget, és a szalonon belül a Ramona ezeket a szempillákat készíti el a vendégeknek, legyen az színes, legyen az sima fekete. Masszőr is jelen van a mai estén, ő mi mindent tud kínálni a vendégeknek? Kriszta most egy narancsbőr kezeléssel készült, narancsbőr masszást mutat be egy barátnőjén, és ehhez kapcsolták hozzá Alicével a méregtelenítést, amit a Benevita segítségével végez, illetve ezeket a termékeket mutatja most be Alice. Ez nagyon jól tud működni, mert ugye a narancsbőr hogyan alakul ki, mitől van, milyen, hogyan lehet avval bármit is kezdeni. Egy nagy segítség, hogyha belsőleg is a vendég ugye változtat az étrendjén, az étkezési szokásain, és mellette kívülről kezelteti magát. Lassan közelednek az ünnepek, és nem mindegy, hogy valaki mivel lepi meg a kedvesét. Vannak-e ezzel kapcsolatosan ötletek, ajándékötletek, amikkel az urak meg tudják lepni akár a feleségüket, a szerettüket? Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm, mert a férfiak állandóan azon törik a fejüket, hogy na most akkor mit vegyek a feleségemnek, vagy a barátnőmnek karácsonyra, és sosem jut eszük be a legkézenfekvőbb, hogy kozmetikai kezelést, vagy egy sminkoktatást. Ezek tényleg elérhető áron vannak, vagy akár az András most nagyon jó hajápoló kezeléseket kínál. Tehát nem csak az, hogy bemegyek, felfestetem a hajamat, és akkor megszárítja, mehetek haza, vagy egy vágásra beugrok, hanem vannak hajápoló kezelések. Nagyon tetszik például, hogy András csinál anti-aging kezelést hajra, hiszen nem csak a bőr öregszik, hanem a haj szerkezete is. És azért egy hölgy szereti, ha a haja szép, fényes, puha, lágy. Ezek a kezelések elérhető áron vannak most már, és ajándékutalványokat is tudunk adni a férfiaknak. És szerintem egy nagyon szép ajándék, hogyha egy kis pink borítékba átadja karácsonykor a férje feleségének. Örülni tudunk ezeknek a dolgoknak. Ez már a második ilyen szépségest volt, lesz a folytatás? Igen, nagyon bízom benne, hogy tavasszal fogunk újra jönni egy ilyen szépségest keretein belül a nagy közönség elé, mert fontosnak tartom, hogy a mai nők megtanuljanak egészségesen élni, egy kicsit tudatosan ápolni a bőrüket, és tanítani, nevelni szeretnénk őket, illetve terelgetni ezen az úton. És tervben van olyan
rendezvény is, ahol majd egy kicsit főzni is fogunk, mint a házi asszonyok, csak egy picit egészségesebben, és természetesen megkeressük hozzá megfelelő szakembert is, aki ebben utat tud nekünk mutatni. Aki nem tudott eljönni a ma estére, de felkeltette az érdeklődését ez a sok-sok kozmetikai lehetőség, hol találhat meg benneteket? Az interneten van egy honlapunk, www.ateszépségszalonod.hu. Ott fent van minden elérhetőségünk, illetve rengeteg kezelésünk fent van. Folyamatosan töltjük az újdonságokat az oldalra, illetve rengeteg videóklip is van. Ott nagyon jól látszik, hogy melyik kezelést hogyan végezzük el, illetve milyen problémára való. Illetve Ajkán a Petőfi Sándor utca 1-es szám alatt a belvárosi szépségszalonban megtalálhatnak minket a vendégek.